az élő zene varázsa, ugye igényel némi hangszerelést. Egyébként az Korzavári Róza és barátai üzletben itt a talpalá valót. Nem is olyan régen, júniusban ünnepeltek a Madocsai Népi Együttes fennállásának 70 éves évfordulóján. Sok minden hozzájárul ahhoz, hogy egy közösség fennmaradjon, és élő, tartalommal teli közösség maradjon. Mi őrizzük nyelvjárásunkat, amely egyedülálló az országban, őrizzük vendéglátásunkat, a madocsai konyha ízeit, sok falubelire büszkék lehetünk, van tehát, ami összefogja és élővé tegye a közösséget. És ennek egyik alapcímére a madocsai tánc, a madocsai táncosok, akik már 7 évtizedet tesznek azért, hogy hagyományunk, kultúránk ne csak a múltban gyökerezzen, hanem a jövőt is formálja. Földesi János hagyományai Hűs László vitte tovább, akit egyébként itt köszönhetünk feleségével együtt köreiben. A stafét a botot pedig 2013-ban Sufic Mihály vette át. Róla érdemes tudni, hogy ugyan 41 éves, de már 33 éve foglalkozik néptánccal. Elsőként szakmári táncokat láthatunk a Fendő csoporttól. Fogadják őket a tapsát. Thank you.
Thank you.